Jó estét, jó napot, azt szerint, hogy mikor nézik a libazsírt. Egy olyan hölgyet hívtunk meg, megesküdtem ugyan, hogy ezt a szót, hogy hölgy, nem fogom soha többé kiejteni, de most úgy látszik, valamiért becsúszott. Szóval egy producer nőt hívtunk meg. Nincs nagyon sok producer nőben, de azért most már hármat is ismerünk, és ezek közül azt hívtam pont meg, aki a számomra idén a legnagyobb filmélményt jelentő Magyarázat mindenre című Reisz Gábor filmnek volt a producere. Úgy hívják, hogy Berkes Júlia, és az összes Reisz Gábor filmnek, csak nekem éppen ez volt az összes közül a legkedvesebb, tehát van valami megmagyarázhatatlan. Furcsa és megmagyarázhatatlan, meg a rossz versek. Ez mind Berkes Júli producerelése alatt jött létre. Melyhez nagyon erősen gratulálok. Köszönjük. De leginkább a Magyarázat mindenre címűhöz, nem azért, mert az a legutolsó, hanem azért, mert hogy az nyert ezek közül nagyon keményen Velencében, ugye? Igen. A Horizon kategóriában jelentsen ez bármit is. Ez az Orizonti kategória, ez a versenyszekciónak az ilyen innovatívabb alkotásait felvonultató szekciója a Velencének. Úgyhogy... Szépen hozogatja a díjakat egyébként, mert kisebb díj is volt már. Igen, azt hiszem most tartunk a 7. nemzetközi díjnál. Igen, de még megy nagyon sok fesztiválra, úgyhogy ez még csak október óta, vagy szeptember 1-én volt a velencei bemutató, és utána indult el egy fesztivál körútra. Úgyhogy... De ebben a stúdióban egyébként a te producerelésedben megforduló filmek közül ez nem az első, hanem a minimum a negyedéven belül a második, mert a Külön falkáról a Kati már beszélgetett, igaz? Igen. Igen. És azt az is az övé. Úgyhogy azt mondhatnánk, hogy neked jól megy ez a buli. Hát próbálok jól rendezőket választani és csapatot hozzájuk, de az a cél, hogy tehát én mindig úgy szeretek dolgozni, hogy egy ilyen közös együttműködés van és hosszú távú. Úgyhogy, és ők keresnek téged, te keresed őket, hogy van ez? A Gáborral a SFE első évében találkoztunk mind diákok, és igaziból én választottam ki őt, mert amikor csináltunk egy ilyen sketchfilmet az osztályukkal, akkor azt mondták, hogy választhatunk, hogy akkor még gyártás szervező szakra jártam, és hogy kinek a filmjét szeretnénk legyártani, és nagyon tetszett a Gábornak a felvételi filmje, úgyhogy én rögtön őt választottam, és akkor ez a kapcsolat alakult át egy ilyen gyártásvezetőiből, tehát egy szervezőiből egy ilyen kreatívabb együttműködésé. Na most azoknak a nézőknek mondom, akik nem látták esetleg ezeket a filmeket, hogy itt sorrendben haladjanak visszafelé, és akkor kezdjék el a van valami, ja nem, az Ford. Igen, az a... Azért keverem ezeket a filmcímeket, mert a rossz verseket azt könnyű megjegyezni a középsőt, de a van valami furcsa és megmagyarázhatatlan volt az eleje, és magyarázat mindenre volt a vége, és az ember azt hinné, hogy ezek összefüggnek, mint egy Salinger novella ciklus, ám de nem függnek össze ilyen értelemben, bár vannak elemek a filmek között, a második és a harmadik között is, az első és a második között is, amik szereplők, meg ilyen történet részletecskék, hogy azok a szereplők, akik szerintem a harmadikban, de lehet, hogy a másodikban megjelennek, azok házasodnak az elsőbe, tehát hogy egy kicsit, ugye? Tehát, sok összefüggés van a filmben. Sok szereplő egysége az kimutatható egyikből a másikba, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a legutolsó filmje, amivel a Velencei Fesztiválon díjat nyert, az olyan arról a magyar valóságról szól, ami a rendszerváltás után létrejött mostanáig, vagy a rendszerváltástól létrejött mostanáig, és ennek úgy nem futott eddig senki neki, hogy rendesen megmutassa, hogy milyenek vagyunk mi. És az a fura ebben az egészben, hogy egyszerre szerethetőek azok, akikkel ideológiai szempontból nem vagyunk azonos platformon, és tudunk viszonyogni azoktól, akikkel ideológiailag azonos platformon vagyunk, és ezt gondolom nem csak velem történik meg, hanem a többiekkel, akik az enyémhez képest másképpen képzelik a magyar valóságot. Szóval ilyet nem láttam még soha. Állami pénz nincs benne, ugye? Hát van a közvetett támogatás, ami ugye ez az adókedvezmény, ami minden Magyarországon forgó film, tehát a külföldi filmek után is jár.
az van benne, de nincs egyébként. Hát ezért érdekes ez, mert gondolom nem csak engem érdekel, hogy ha nincs állami pénz, akkor hogy szedegeted össze a pénzt? Nem tudok jobb szót, mert nyilván... És milyen van benne? Van benne. És hogy? Igen, tehát hogy úgy indultunk neki, hogy egyrészt pályázt... Step by step mondd igen, el, hogy... Tehát hogy a Gáborral, miután megcsináltuk a Rossz verseket, ami a második nagyjátékfilmünk volt, utána pályáztunk két forgatókönyvvel is, először a Filmintézethez, és mind a kettőt elutasították. Az egyiket egy évig fejlesztettük, azt hittük, hogy már mehet gyártásba is forgathatunk, és azt mondták, hogy nem mehet tovább. Indok? Nem nagyon volt, tehát három különböző dolgot hallottunk. Valaki azt mondta, tehát az volt a hivatalos indoklás, hogy a treatmenthez, beadott treatmenthez képest a forgatókönyv nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Úgyhogy, de ezzel semmit nem tudtunk kezdeni, mert közben nem ez volt a kommunikáció, hogy tehát mi azt hallottuk végig, hogy nagyon tetszik nekik, ez mehet előre. És utána beadtunk egy másik történetet is, ami már tovább se jutott, és igazából akkor jutottunk el addig a Gáborra, hogy így a legjobb éveink mennek most el, és még beadhatunk 30 pályázatot is, tehát lehet, hogy majd egyszer csak valamelyik nyerni fog, de hogy igazából már eltelt, nem tudom, 4 év az előző filmnek a készítése óta, és hogy csináljunk valamit. És nyilván a Gáborral van egy ilyen napi telefonos kapcsolatom, tehát már ma reggel 9-kor is beszéltem vele, tehát egy ilyen barátság is van közöttünk, úgyhogy azt nem tudom, hogy mikor, mi volt ez a pillanat, amikor pont ezzel a történettel felhívott, mert minden másra felhív egy új filmötlettel, de igaziból egyszer csak megszületett az, hogy akkor menjünk vissza ahhoz a típusú filmkészítéshez, ami mondjuk a Van volt, hogy nagyon-nagyon kevés pénzből, tehát hogy ő is olyan szemlélettel írja meg, hogy kivitelezhető legyen, és akkor én megkértem ugye egy kis időt ilyenkor, hogy akkor valahonnan összeszedjek valamennyi pénzt. És nyilván a segítség, hogy van ez az állami adókedvezmény, tehát azzal tudok számolni, hogy bármit, amit elköltünk, arra 30% pluszba még jönni fog. Úgyhogy abból indultunk ki, hogy én a Proton Cinema filmgyártó cégnél dolgozom, ez a Muducó Kornél és Petrányi Vikinek a gyártó cége, idestova 2009 óta, és a cég azt csinál nagyon sok ilyen külföldi produkciót, úgynevezett service filmeket, és az ezekből jövő bevételek egy részét, az pont a saját projektjeink, ilyen szerelem projektjeink, mert elég sokan vagyunk producerek, fejlesztésére rakjuk például félre. És akkor úgy döntöttünk, hogy egy részét erre a projektre allokáljuk, illetve eddig bármilyen bevételünk volt bármilyen korábbi filmből, azt se költöttük el, hanem azokat is így gyűjtögettük egy számlára. De valamiből meg is kell élni. Hát ezek a külföldi filmek. Tehát, hogyha az ember meg akar élni, akkor elmegy úgynevezett szervíziparba, mások reklámokat csinálnak. Tehát most jelenleg szerintem Magyarországon magyar filmből megélni az elég nehézkes. Tehát van egy nagyon szűk réteg, akinek ez megy, de egyébként szerintem lehetetlen. És pont ezért félrerakunk bármilyen bevételeket, és akkor gyakorlatilag annak egy részét. Tehát úgy indultunk, hogy 15 millió forinttal indultunk el. A semmi. És mint, ez tényleg olyan volt, mint tehát volt ez a kis, nem tudom, dobozunk, és akkor így abból osztottuk szét, hogy akkor jó, a max 20 napunk lehet, és egy csomó szabályt hoztunk, hogy tehát tudtuk, hogy ez csak úgy lehetséges, hogy a nagyon-nagyon kicsi stábbal forgatunk, ha egy csomó minden nincs, ami egyébként szokott lenni egy filmforgatáson, tehát nincs sminkes, nincs hajas, nincs olyan, aki a kamerát mozgatja, nincs világosítás, tehát egy darab lámpával rohangáltunk. Az hogy lehet? Megértem, hogy ha nincs sminkes, meg hajas, mert valamit kezdenek magukkal lelkesedésből a szereplők, meg segítettek nekik, meg nem tudom. De hogy világítás nincs, azt nem tudom megérteni. Tehát gyakorlatilag volt egy darab lámpánk, és nyilván amikor belsőbe forgattunk, ott ez problematikus tud lenni, ott az operatőr mindig nézte a nem tudom fényirányokat, és akkor próbáltuk arra a forgatási napszakra berakni, ugye nyáron forgattunk, tehát lehetett kalkulálni, hogy honnan jön a természetből jövő fényeket. Igen, és hát meg felkapcsoltuk otthon. De ez egyébként nem látszik a filmben. Nem, lehet, ez jutott eszembe, hogy volt a szocializmusban egy olyan vicc, hogy egy fekete kép. Igen. És akkor azt mondták, de hát ez mi? Igen. Hogy mi? Képbányászaink életéből a 7-es vájadban elfogyott a villany. Igen. Kialudt a villany. Itt viszont mindent lehet látni. Mindent lehet látni. Hogy innovatív ez a film, mert
Próbáltunk, tehát ugye egy nyilván volt egy jó filmes optikánk, tehát erre figyeltünk, illetve volt egy szuper koloristunk, aki amikor ugye elkészül a film, akkor... Ja, utólag fényelik. Persze. És a színészek tudomásul vették, hogy nagyon alacsony a gázsi, mert gondolom nagyon... Igen, de az nagyon, tehát az viszont nagyon fontos volt, hogy bár, tehát hogy egyrészt a casting direktorunk próbált úgy keresni színészeket, hogy egy csomóra mondta, hogy őt meg se kérdezzük, mert tehát egyrészt kevés időnk volt, másrészt tudtuk, hogy nagyon-nagyon kevés pénzünk lesz. Nekem az fontos volt, hogy mindenki kapjon pénzt, tehát hogy ne az legyen, hogy ez egy ingyen munka, ahol mindenki, tehát még akkor is, hogyha keveset, de kapjanak pénzt, de nyilván ez egy nevetséges összeg volt ahhoz képest, főleg amit mondjuk egy színész kereshetne. Úgyhogy volt egy ilyen stratégiánk a Gáborral, tehát hogy a Gábor felkérte a színészt, és én rögtön telefonáltam, tehát hogy ne az legyen, hogy azt higgyék, hogy ez, tehát rögtön elmondtam teljesen nyílt lapokkal, hogy ennyi pénzünk lesz, és azért lesz ennyi pénzünk, mert ezt így osztjuk szét, és hogy teljesen okja nem vállalják el, tehát hogy volt, tudjuk... aki nem vállalta? Nem, fura módon, de mindenki azt mondta, hogy szeretne jönni. Nyilván ebben segített az, hogy szerintem elég jó volt a történet is, illetve azért a Gábornak már ott volt két filmje, tehát nagyjából tudták, volt referencia. Hogy... Igen, tehát nagyjából tudták, hogy mi várható. És közben meg arra is próbálunk figyelni, hogy nyilván amikor meg bevétel jön, akkor meg adjunk vissza. Tehát, hogy ne csak mindig... Tényleg ez úgy van, hogy utólag, hogyha mozi bevétel van, hogy akkor abból lehet a színészeknek utólag is fizetni? Most fizettünk az egész stábnak utólag. Szintén nem egy hatalmas összeget, de tök fontos volt. És a maradékot meg rakjuk félre a következőre. Tehát, hogy igaziból most ugyanúgy gyűjtünk. A díjak... Mondjuk nézzük a legutolsó filmet, egyik se járt még hogy pénzt. A díjak hoztak megrendelést? Ja, tehát, megrendelés? Vagy azt, hogy mi hajlandók lennénk egy koprodukcióra? Külföldről beszélek, nem Magyarországon. Abszolút, tehát hogy érdeklődés most nagyon sok van a Gabi következő filmje iránt. Ezt szerettem volna hallani. Csak ez egy kicsit nehezebb ügy, mert ugye, tehát nyilván amikor 15 millióból, és aztán egyébként ebbe a filmbe a Szlovák Film Alap szállt bele, és úgy tudtuk befejezni az utómunkát, ez még fontos hozzárakni, de összességében ennek a filmnek nagyon-nagyon alacsony volt a költségvetése. Egy nemzetközi koprodukció azért alapvetően úgy működik, hogy az anyaországból is muszáj hozni valamit. Muszáj. Tehát, hogy attól működik, hogy mindenki hoz valamennyit ebbe a fazékba, és akkor eldöntjük, hogy hol készül az utómunka, ki mit ad hozzá. Emlékszem, milyen... a Szabó egyszer elmesélte, hogy az egyik helyen szinkronizálnak, a másik helyen a hangot csinálják. Innen jön a színész, onnan. Így. Tehát, hogy nyilván ez a lényege, hogy egy ilyen európai együttműködés legyen, de nagyon nehéz, tehát, hogy amikor már nem egy 50 milliós büdzséről beszélünk, hanem egy 2 millió eurós, akkor... Nem lehetetlen egyébként összerakni egy koprodukciót, most pont ezt próbáljuk, most így ezzel futunk ilyen köröket egy másik film kapcsán, de kicsit olyan, mintha az embernek kellene mondjuk egy ilyen 20 méteres utat megtennie, és helyette tesz egy ilyen 400 kilométeres kanyart, hogy lehet-e külföldről pénzt szerezni. Mennyiből jött volna ki ez a film normálisan? Tehát, hogyha kényelmesen akarjátok megcsinálni, akkor... Mi lett volna ennek az igazi költségvetése? Hát biztosan lett volna legalább 150-200 millió. Ezt akartam mondani, biztosan lett volna. Igen, de akkor más, tehát hogy az van, hogy nagyon-nagyon sok mindent befolyásol maga a... Tehát hogy az, hogyha tudod, hogy csak ennyi, tehát hogyha csak ennyi pénzed van, mert nyilván... Tehát egy csomó mindenről, tehát teljesen egyértelmű dolgok voltak ki. Teljesen egyértelmű volt, hogy mi nem lehet. A Gabi se ért bele semmi olyat, ami megoldhatatlan lett volna. Ha olyan volt, akkor nyilván konzultál. Tartalmilag is beleszólsz? Nem úgy szólok bele, mint egy ilyen... Végsővágás. Igen, nem. Tehát ez tényleg ez egy együttműködés, egy ilyen kreatív együttműködés. Tehát, hogy a Gábor nekem küldi el az első között, amit ír, gyakorlatilag jelenetenként, és nyilván, tehát hogy olyan már volt például a Vannál is, hogy írt egy ilyen a főhős elkerült valahova, és valamit csinált, és mondtam, hogy én ezt nem hiszem el, vagy hogy győzzön meg. Tehát, hogy nem értem, hogy miért ezt csinálja, nekem ez nem logikus, és hogy tök nyitott vagyok rá, de hogy győzzön meg, hogy miért. És nem tudott meggyőzni, és aztán el is engedte. Tehát, hogy nem úgy szólok bele, hogy ezt nem rakhatod bele, hanem beszélgetek vele, hogyha valami nekem nem működik, akkor ez másnak se fog. Hát nem biztos, ez egy konzulensi együttműködés. Igen, tehát, hogy nem én vagyok a mindentudó, egyáltalán nem, én is nagyon sok mindent ösztönösen csinálok, csak hogyha valami nekem nem megy át, akkor szeretném megérteni, hogy miért. Miért így van. Egy kicsi lány, annó,
nem álmodik arról, hogy producer lesz, arról inkább, hogy filmszínésznő lesz, mondjuk még azt is elhiszem, hogy rendező, de... Szerintem ő nem akart filmszínésznő lenni. Nem, csak mondom, hogy miről, hogy jön az, hogy producer. Hogy jött a gyártásvezető? Teljesen véletlenül. Tehát a szüleim, egy ilyen nagyon értelmiségi családból jövök, szüleim matematikusok, nagynéném, nagybátyám fizikusok, na de az ügyvédek, egy másik terület teljes, az értelmiségi orvosok, tehát, hogy azok mind a reáliákhoz kapcsolódóak. És én ott voltam 18 évesen, és fogalmam sem volt, hogy... Érettségiztem, és nem tudtam, hogy mit tanuljak, úgyhogy ahogy ilyenkor szokás, elmentem a bölcsészkarra, elkezdtem kommunikációt, tehát kicsit abba bíztam, hogy majd találok valamit, ami érdekelni fog, és akkor azzal tovább tudok menni. És elkezdtem kommunikáció, filmszakon tanulni, meg angol szakon, és akkor úgy éreztem, hogy mondjuk a szociológia egy picit érdekel, tehát akkor eldöntöttem, hogy következő év végén jelentkezem még a szociológia szakra. És egy haverom, az pont jelentkezett, indult keresztfélében a filmművészetén a gyártás szervező szak, és akkor kérdeztem is, hogy mit csinál a gyártásvezető, és mondták, hogy hát szerveznie kell, meg film, meg nem. Mondtam, hogy jó, hát végülis érdekesnek hangzik, azt tudtam, hogy jól tudok kommunikálni, meg szervezni, úgyhogy beadtam a jelentkezésemet, de úgyhogy senkinek nem szóltam, tehát a szüleimnek sem, mert tudtam, hogy ez egy 4 fordulós felvételi, tehát hogy biztos voltam benne, hogy ha elolvassa bárki, amit írok. De közben akkor... jártál közben az jártam, egyetemre. Persze, közben jártam, nem tudom, 2 szakra az LTL BTK-ra, és tehát, hogy igaziból minden egyes fordulót a halálra ítéltek nyugalmával csináltam végig, mert tudtam, hogy, tehát, hogy úgy is kiderül, hogy fogalmam sincs, hogy pontosan mit csinál egy gyártásvezető. És akkor, amikor felvettek az 5 fős osztályba, akkor igaziból nagyon megijedtem, de eldöntöttem, hogy ha már itt vagyok, akkor nézzük meg, hogy ebből így mi hozható ki. És akkor elkezdtem kisfilmeket gyártani, többek között a Reis Gabinak az összes kisfilmjét, úgyhogy vele például kialakult már az SZF-nek. De a BTK-t nem hagytad ott? Nem, azt befejeztem. Később, de azt mindegy, befejeztem. Rendes dolog. Úgyhogy... Tanítani nagyon szigorú, nagyon, tehát, ahol beiratkozol, azt végezte. Nagyon egyetértek. Igen, de végül csak az egyik szakot fejeztem be a BTK-n, de legalább lediplomáztam, meg az SZF-én is, és akkor gyakorlatilag pont a Gabival való kapcsolat alatt történt az, hogy ugye az eleinte csak gyártottam, de azt azért éreztem, hogy ez nem biztos, hogy életem végéig ki fog elégíteni ez a típusú munka, és akkor ő kezdett el egyre inkább involválni olyanokban, hogy elküldi a könyvet, vagy hogy amikor vág, akkor bementem a vágószobába, és beszélgettünk arról, hogy milyen legyen a vágat. De a producer ezt csinálja igazából. Tehát, hogy ez teljesen organikusan jött, és közben elmentem, nem tudom, a Hajdúszabi Bibliothèque Pascale címűbe felvételvezetni, akkor a Nemes Jeles Lászlónak volt egy kis film, ahol szintén felvételvezető voltam, tehát közben így próbáltam dolgozni, megismerni minél több embert, és amikor befejeztem az egyetemet, akkor a Petrányi Vikiék hívtak, hogy keresnek egy olyan producer-asszisztenst, aki majd egyszer producer szeretne lenni. És úgy voltam vele, hogy jó, hát nézzük meg, és igazából 2009 óta ugyanott vagyok. És azóta dolgozol. Aha. És akkor ott is elkezdtem, mint a Vikinek az asszisztense, tehát hogy vele pályázatokat írni, nagyon-nagyon sokat lehet tőle tanulni. És akkor ő meghagyta, hogy mindig, hogyha volt valami projekt, amit akartam csinálni, akkor azokat behoznom. Most már nem is pályáztok állami pénzre? De egyébként pályázunk, nem sokkal kevesebbet, mert nagyon sokszor feleslegesnek látjuk. Tehát iszonyú sok munka azért beadni egy pályázatot. De miért nem elvi kérdés, hogy megpróbáljátok mindig az állami pénzt megszerezni? Mert itt ha hisztek saját magatok tehetségében. Egyébként őszintén mindig megpróbáljuk, csak az van, hogy nyilván mi is kevesebb projektet csinálunk, mert tehát, hogy ezek összefüggnek. Tehát, hogy mivel nem nagyon kapunk állami pályázatokon, nem nagyon nyerünk az utóbbi időben, ezért nyilván mi se vállalunk el mindent, hanem sokkal szigorúbbak vagyunk, és sokkal kevesebb projekt mellé tudunk odaállni, pont azért, mert ugye nem tudunk semmit sem ígérni. És közben pedig teremtetek pénzt magatoknak a túlélésre, mármint ugye a produkteri irodának. Igen. Tehát kiszolgáljátok az amerikai igen. forgatásokat. Hát nem annyira az amerikaiakat is, de azokból inkább ezek a független filmes. Mi nem a hát nagy abban amerikai. Nincs pénz már megint, nem? De azért persze, hogy lehet ezekből pénzt keresni. De nem tudom, volt most francia produkció, tehát hogy nagyon sokféle. Most jön egy spanyol, van német, osztrák, tehát hogy nagyon sok... Most már vannak kapcsolataid? Személyes kapcsolataid? Nekem is vannak, de azért a cégnek is, tehát a cégnek nagyon jó kapcsolatai vannak.
nyilván ide jönnek külföldiek forgatni, abból keletkezik egy bevétel, és pont az a, gyakorlatilag az most a túlélés zárva. Na most ez a produceri iroda, ez a Mundruczó Kornél által fémjelzett, de gondolom ő nem producerkedik, vagy igen? Tehát most már, tehát például filmeket szokott csinálni. Persze, de azért, tehát hogy ő is ott van a cég hát mellett. Hát meg az ő neve nagyon jól cseng. Úgyhogy de, tehát hogy például a Magyarázat mindenrébe az összes cégtárs az executive producer volt. Aha. Mert tényleg segítették ezt a filmet. Tehát, hogy mindenki ahogy tudta, de nagyon segített. Hogy tudják megállni mondjuk egy másik filmes, hogy tudja megállni, hogy ne nehezedjen rá arra a képen a filmet? Tehát magyarul a Reisz Gábor hogy tudott függetlenül mozogni, hogyha rápillantott az ő alkotására a Mundruczó Kornél? Tehát ugye a Mundruczónak mindig elküldjük a vágatokat, és abszolút kikérjük a véleményét, de hát nyilván mind, tehát, hogy az teljesen tiszteletben van tartva, hogy minden rendezőnek van. Mit akar a rendező? Persze, aha. Tehát hogy nyilván a más típusú filmeket készítenek, ezt abszolút tudják egymásról, de nagyon követik egymás munkásságát, és ugyanez van a Kishajnival is, tehát hogy senki nem akar beleszólni a másiknak a munkájába, hanem mindenki azon dolgozik, hogy ez a létező legjobb legyen. Kishajni filmjét nagyon szerettem, az az úr. Majd reméljük, annak hogy... is te voltál a... Te ez a Dietz Gustav nevű főszerep. Volt hát itt nálam beszélgetni. És én nem tudtam, hogy én nem láttam, utána megnéztem a Kishajni filmjét, és elég elképesztően jó. Nagyon jó. De hogy ez a pasas, aki bejött és elmesélte, hogy ketrec harcos, és olyan volt, hogy az ember fegyelmezette, minden, tűri, hogy mindenféle emberekkel megismerkedik, már olyan értelemben fegyelmezetten, hogy 40 pályán töltött év után kevéssé lepődik meg, hogyha találkozik valakivel. Dietz Gustav egy tonna tesztoszteron benyomult a szobába, és konszolidált módon. Nagyon okos, nagyon, igen. És hallom, hogy most már egyik külföldi filmből szédelegált a másikba. És olyan feje van, hogy nyilván megveszik. Nem, tehát hogy ugyanez volt, hogy az elején... Magánéletben nincs ilyen ketrecharcos feje. Hát, nem a feje. Nem. Egyszerűen tényleg az volt, hogy emlékszem, amikor készültek a castingok, és akkor ő így nem akart ebbe igaziból részt venni, nem akarta megtanulni a szöveget, tehát hogy minden adott volt ahhoz, hogy ne ő legyen. Tehát ő nem akarta ezt igaziból csinálni, de az ő... De tényleg az volt, hogy egyszerűen nem tudtuk a szemünket levenni róla, szóval, hogy annyira szuggesztív szemei vannak, és olyan fizimiskája. És szerintem a kislány is inspirálta őt, mert ez a kislány elképesztő. Igen. Tehetséges ez a gyerek. Igen. Tehát az ő kettősük, az egyfajta... Ketten is nagyon jól néztek ki, de ez a találmányt, az nem véletlen, hogy elkezdték a világban őt forgalmazni. Abszolút nem, nagyon tehetséges, igen. Nagyon. És rögtön belementetek, hogy ő legyen? A Hajni választotta őt? Persze, de nem, meg volt a Barna Samu casting direktor, tehát tehát annak a filmnek egy iszonyú nagy és hosszú castingja volt. Szerintem több, tehát azt hiszem 1500 gyereket megnéztek. A gyereket azt olvastam. Nagyon-nagyon sok gyereket megnéztek, nagyon sok, tehát megnézték a hivatásos színészeket is, csak ugye nyilván a Hajni valami új típust akart, tehát hogy valami nem ismertet akart behozni. Vannak egyébként nagyon jó színészek, de nem azokat a karaktereket akarta, akik egyébként szoktak az ilyen típusú filmekben lenni, hanem valami... És egy szép napon azt mondta neked, hogy ketrecharcos jön? Nem, minden néztünk, tehát hogy tényleg iszonyú sok irányba ment ez a casting, ilyen mindenféle sportklubok, zenészek, színészek, Még nem. Még nem, meglett a Gustav, és akkor ott azt hiszem háromszor hívták vissza, és nem tanulta meg a szöveget, és mondta, hogy majd elhívja egy haverját, mert tud egy másikat, aki még jobb nála. Igen, hogy ő ezt inkább nem akarja, de a Hajni nem engedte, úgyhogy. Én sose felejtem el, mikor én semmit nem tudtam, csak a filmet néztem. Minden színészt ismerek, ki ez. Ez nem lehet külföldi, mert magyarul beszél. Igen. És beírtam a keresőbe, és azt írta, hogy ketrecharcos, hát én komolyan mondom, elájultam. Igen. De nagyon jó fej, így interjú. Abszolút, nagyon nem jó tudom, interjú. Nem tudom, látta, de amit csináltam vele, nagyon jó volt nem, benne. Nem, azt mondta, sok interjúját láttam, de nem hiszem, nagyon jó volt benne, én nagyon élveztem. Igen. Azt akartam még futólag megbeszélni, hogy amikor Pataki Ágiból producer lett, nagyon sok évtizeddel most már mondhatom ezelőtt, akkor végig interjúztuk alapos munkával, hogy is megy az, mert hiszen ő híres volt másról. Persze. És akkor neki nagyon sokat használt az, hogy őt ismerték korábbról, és hogy akkor még ment az, hogy
cégvezetőkkel, nagy állami cégek vezetőivel le kellett ülni, és eredményt lehetett elérni náluk azzal, hogy támogassák a kultúrát. Szerintem ez a fajta munka már nem nagyon van, ugye? Vagy te próbálkozol azért ilyesmivel? Hát most mondjuk a Gabi film, következő filmjénél biztos, hogy próbálkozni fogok, hogy találjunk szponzorokat a filmhez. Igen. De egyelőre, már volt egy, a Vanban is például szereztünk, nem tudom, repjegy szponzorációt, és ott is ugye négyen kimentünk forgatni Portugáliába, annyi volt a stábunk ott. De, tehát, hogy lehet, de ilyen nagyon nagy pénzeket egyelőre még nem sikerült. Tehát, hogy az a baj, hogy azért a filmkészítés alapvetően egy drága műfaj. Mert sok-sok ember, drága az eszköz, és sok napig tart, és rengeteg. Na de ugyanakkor filmről a filmre bebizonyítjátok azt, hogy egyébként lehet magyaróból is filmet csinálni. Lehet, de igen, de az a baj, hogy ez viszont nem lehet egy ilyen standard vagy elvárás, mert ugye ez nyilván ez azzal jár, amikor itt csinálunk filmet, hogy rengeteg szívességet kérünk, tehát nem tudjuk kifizetni azt az árat se a stábtagoknak, se a színészeknek, se a helyszíneknek, se a, nem tudom, az ilyen rentált cégeknek, amibe ugye egyébként kerül a filmgyártás. Tehát, hogy emlékszem, a Gabinak volt egy ilyen kisebb, ilyen, nem tudom, alkotói krízise, amikor írta a könyvet, és akkor állandóan járt a Schulze Évával, aki a társforgatókönyvíró konzultálni. Ő tanította az SZF-én a forgatókönyvírás. Meg a Magyar Televízió egyik vezető dramaturgja. Igen, ő a egyébként a Hajninak is ő a nagy segítsége, tehát nagyon sokat járunk hozzá, és akkor volt egy ilyen elakadása a Gábornak, és én mondtam neki, hogy én ezt a filmet azért csak akkor szeretném megcsinálni, hogyha rajtad is azt érzem, hogy át akarsz menni a falon, mert producerileg ez tényleg olyan, hogy ez nem vicces. Tehát, hogy én egyáltalán nem szeretek könyörögni dolgokért, és állandóan szívességet kérni, de nyilván tudom azt, hogy ez nagyon fontos, hogy megszülessen, de nem lehet, hogy csak én érezzem ezt, hanem Léci, ezt csináljuk így együtt, és akkor így a Gabi is valahogy így kizökkent abból az állapotából, és akkor mondta, hogy igen, felébredt, igen, és átment a falon veled. Egyébként, ha már a kevés női producerről... Sok van, már egyébként Mécs sok van. Móni is ott van. Hát sok, ahogy, meg nagyon sok abszolút. Fiatal, iszonyú sok fiatal női producer. De most a sikeresekről... De ők is, tehát hogyha kapnak lehetőséget majd, nagyon sok van azért, a László Sáriék csinálták ugye a Természetes fényt, ami nyert Berlinben, akkor nem tudom, van most az Iványi Petra, velem egy idősek, tehát hogy nem kell stalterőzni, nagyon sokan vannak. De egyébként figyelj, ha belegondolunk, ez nem olyan nagyon természet idegen, hogy a nők, akik amúgy hogy többféle dologra tudnak figyelni, eltökéltek, kitartóak, de egy csomó olyan tulajdonság helyből női inkább, úgyhogy nem olyan nagy csoda, hogy egyre több a női producer. Vagy igen, egy nagyon szuper kis produceri csapat jön itt össze, csak mondom, az a nehéz, hogy ugye ők se nagyon kapnak semmilyen állami támogatást, tehát hogy kicsit mindenki most próbál így a semmiből varázsolni valamit. Vannak álmatlan éjszakáid, amikor lázasan számolsz? Számolsz egyáltalán sokat lázasan? Sokat számolok, igen. Igen, de nyilván tehát valahogy most a Hajnit is megpróbáljuk így Németország felől, vagy Ausztria felől finanszírozni, tehát nyilván ezek ilyen kerülő utak, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Én nagyon eltökélt vagyok, de azért jó lenne, ha nem mindig kéne. Hát ránk nézőkre számíthattok, az biztos. Azt akartam még megbeszélni, hogy tegnap láttam a Semmelweis filmet, és hogy tényleg lenyűgöző, hogy minden, tehát az, hogyha valami valóságos pénzből készül, az látványosan jót tesz egy filmnek. Persze. Miközben egyáltalán nem éreztem azt az általam megnézett harmadik rész Gábor filmen, amit mindenkinek továbbra is ajánlunk, magyarázat mindenre, hogy nem látszott, hogy kevés pénzből készült. Tehát, hogy az olyan belső terek voltak, amik jellemezték azt nem, a nem helyzetet. Nem látszott, tényleg nem, hogy nem volt szegény szaga a dolog. Az volt, hogy egyrészt a Gábor egy kicsit becsapott, mert ugye az összes eddigi filmnél rohangált, nem tudom, a rossz versekben 120 helyszínünk igen. volt, ami irreálisan sok. A Vannál is nagyon sok, és ugye nyilván a minden plusz helyszín az lehet plusz pénz, plusz költözés, plusz logisztika, stb. És először csak a forgatókönyvnek az első 55 oldalát küldte át, és akkor még teljesen meghatódtam, mert az első 55 oldalig vagyunk egy lakásban és egy iskolában, és egyszer egy utcán. És mondtam, hogy Gábor, hát le a kalappal, tehát tényleg, hogy ennyire érted ezt, és a végén
kiszámoltam, hogy 64 helyszínen voltunk. Nem lett minden bevágva, de például csak az első jelenet a filmből, ez a szerenád jelenet, az 16 helyszín volt. És tényleg is az volt, hogy egy adott pont, hogy ott álltam az utcán, hogy nem hiszem el, hogy már megint, nem tudom, buszozunk, meg... Területfoglalás, engedély, igen, megint még egész Budapesten, meg Balatonon, meg nem tudom, úgyhogy, úgyhogy azért az is elég mozgalmas volt végül. Lejárt az időm, lejárt. Sajnos, de a nézőknek mondjuk, nem hogy nézzék el, ezeket a filmet. A művésznő mind dolgozik most. Külföldi koprodukciós? Igen, igen, igen. Van egy kisebbségi koprodukciónk, egy spanyol, nehogy spanyol, cseh, szlovák, ami remélhetőleg nem sokára most már elkészül, Iván Osztrokovszki rendezi, illetve Kishajninak most a következő második nagyjáték filmjét, Ich bin Marika, azt most beválogatták a Berlinale koprodukciós piacra 18 projekt közé, nem tudom, 300. Az az öregeket kísérő történet? Igen, ahol, igen, igen. Ahol külföldön érő magyaroknak mellé, vagy nem magyarok egy, mellé, egy magyar, idős, magyar idősödő magyar hölgyek mennek. Igen. Várjuk. Segíteni. Hát ez még egy idő, mire elkészül, és hát a Gabi előbb-utóbb majd elkezd írni a következőt, reméljük. Azt az egyet nem kérdeztem meg, de őszintén érdekel, hogy miből él Reisz Gábor, vagy Hajni, vagy bármelyik filmrendező tanítanak. Két film között? Tanítanak. Ja, azért, mert annyit nem tudtok kihúzni belőle, hogy hát átudaljátok két évet. Hát de az is nevetséges egyébként, de mármint, hogy, tehát, hogy a Gábor például Kolozsvárra jár kitanítani havonta. Ami imád tanítani, tehát szó se róla, csak hogy nem tudom, szóval, hogy igazából szerintem élhetnének jobban is, meg lehetne jobb is nekik. Nem ebből lesz a villa, mi? Nem. Sajnáljuk, de minden esetre szépen, sok sikert. Köszönöm is szépen a meghívást. Is. Jövő héten is lesz Libazsír, nem Mautner tudom. Zsófi. Jaj, Mautner Zsófi. Egy ilyen felszabadultabb dolog lesz, mert egy jó kajára még egyelőre telik mindenkinek. Viszontlátásra. Annyira örülök, hogy megnéztétek a videót, vagy hogy megnézték a videót, hogy azt kérem, hogy ha már, akkor ha nem túlzás, akkor iratkozzanak is fel, vagy iratkozzatok is fel, aszerint, hogy ismertek, kedveltek, vagy kíváncsiak vagytok-e rá, hogy mit következik a jövő héten.